Konyhádváros önkormányzati képviselő testülete február 15-én tartotta a legutóbbi ülését, ahol elfogadásra került a 2023. évi költségvetés. A rendelet magába foglalja azt az anyagi forrást is, ami az önkormányzati fenntartású intézmények zavartalan működéséhez szükséges, de emellett azt a 30, illetve 6 millió forintot is, amit a sport, valamint a civil szervezetek támogatására költ majd az idei évben az önkormányzat, tudtuk meg a város polgármesterétől. 3,4 milliárdos főösszeg rendelkezik, tehát ez az a nagyságrend, amivel idén gazdálkodik a város. Lehetővé tette ennek a költségvetésnek az összeállítását egyrészt az állami forrásokon, az állami támogatásokon felül a város saját bevételei, amelyek évről évre egyre növekvő tendenciát mutatnak, illetve az a jelentős maradvány, amit az évben, az előző évről hozott át az idei esztendőre az önkormányzat. Ez alapozta meg azt a biztonságos tervezést, ami a legfontosabb szempont volt az idei költségvetés rendelet megalkotásánál is. A városi költségvetésben saját forrású fejlesztésekre 400 milliót különített el az önkormányzat, emellett bérfejlesztéseket is tartalmaz a rendelet. Egyrészt ugye kötelezően törvényben előírt garantált bérminimum emelkedést illetően gyakorlatilag a 211 önkormányzati dolgozóból 125-öt érint, tehát gyakorlatilag valamivel többet, mint a felét, de azt is elmondhatom örömmel, hogy minden nehézség ellenére az önkormányzat saját forrásból a garantált bérminimummal nem érintett dolgozóknak annak a növekményével minimum 10%-os mértékű béremelésben minden egyes önkormányzati dolgozó részesült az idei év januárjától. Az uniós forrásokat pedig Bonyhádváros önkormányzata is várja, ezekből tovább fejlődhet majd a település.